Orbán Viktor sokkal közelebb áll Kádár Jánoshoz, mint gondolná a legtöbb ember. Tehát, hogy valójában jobboldalinak vagy szabadpiaci kapitalistának nevezni Orbán rendszerét nem lehet. Tehát én azon... Nyilván egy, nem csak a. Tehát én általában ezt a rendszer populistának definiálnám. Azon a gazdasági rendszerét írja le? A gazdasági rendszer még rosszabb, mert ott pedig magyar Bálintnak a mafiállam kifejezése jut nekem is eszembe leginkább. Tehát ez a, a mai rendszer az egyrészt végtelenül populista, másrészt abszolút mafiaként működik. Tehát ott tényleg a és egy nagyon szűk gazdagodása a cél. Bocs, tudsz mondani olyan fejlett európai vagy bármilyen világban megtalálható kapitalista államot, ahol ne ugyanez lenne, ahol mondjuk például Amerikai Egyesült Államokban a mezőgazdasági vállalatok fele egyetlen egy embernek a kezében ez pontosul, és akkor hosszan tudnám még sorolni ezeket a problémákat? Tehát Amerikában nincs ilyen. Amerikában nincs ilyen? Nincs. Az, hogy egy mezőgazdasági vállalkozások fele egy ember birtokában legyen, ilyen nincs. Uh -huh. De nagyon sok mindent mondhatnék. Nyilván az államnak a feladata. Érdekül, akkor így mondom. Igen, az államnak a feladata az, az, persze, lobby érdekek vannak, kartelek vannak, és a többi. Állam nélküli gazdaságban óhatatlan, hogy a az erősebb érdekkörök el tudják nyomni a kevesebb befolyásolási lehetőséggel rendelkező például szegény néprétegeket, és óhatatlan, hogy a jövedelmi viszonyok átrendeződnek. Ha az állam, és nyilvánvalóan abban az értelemben nem egy anarchista, vadkapitalista, szabad piaci gazdaságról beszélünk, ma már ilyen világon talán nincs, tehát mindenképpen olyan fontos funkciókat lát el, ami a szabad versenyt és a, egyfajta kiegyenlítődést, illetve az esély egyenlőséget kell, hogy biztosítsa. Ezt te Amerikában például látott? Igen. Most, igen, igen. Akkor néhány pillanat mondjuk, és szeretném, hogy, hogy reagálnál rá. Ott van a Facebook, ami ugye most már magam alá gyűrte a WhatsAppot és az Instagramot, tehát egy olyan gigatek cég, ami egész egyszerűen szembe megy a pont a monopól szabályozással kapcsolatos megfontolásoknak. Ott van az Amazon, ami egészen szélsőséges mértékben zsákmányolja ki a dolgozóit, és bármilyen fajta szakszervezeti törekvést csírájában folyt el, és kirúgja az érintett dolgozókat. Tehát, és most csak kettő példát mondtam, lehetne még további sokat mondani. mondani. tudnák mondani. Igen. Nem úgy tűnik, mintha ott különösebben nagy szabadsága lenne a piaci versenynek. Nyilván ott a lobbyerők nagyon erősek, de a kellően nagy gazdaság, és ezért nagyon fontos például az Európai Uniónak az ereje, mert egy Magyarország az nem tud szembeszállni ezekkel. Ezt azért lássuk be. Nagyon sok olyan helyzet van, például a G-nek és a Honeywell-nek azt hiszem volt egy tervezett fúziója az Egyesült Államokban, amit az Európai Unió akadályozott meg ezt az amerikaiak nem akarták elhinni, hogy ha ott kilobbizták azt, hogy ezt a tényleg új monopóliumot kvázi, tehát egy, tényleg egy új piaci koncentrációt létrehozó fúziót, ezt éppen Európa fogja megfúrni. Tehát nagyon fontos ez a, a versenyt biztosító törvénykezés. A leghíresebb példa az Egyesült Államokban az a Baby Bell vállalatoknak a születése, amikor a nagy monopóliumot, a Bell telekommunikációs koncernet földarabolták. Akkor éppen területi alapon. Tehát azt mondták, hogy jó, rendben van, ez túl nagy együtt, és a kongresszus az Egyesült Államokban kötelező érvényel fölszeretelte, és csinált belőle 5-6, vagy nem is tudom hány darab kis céget. Ez a veszély folyamatosan ott van ma is a Google-nél, a Facebooknál és a többi. Az ő önszabályozásuk az, amivel próbálják ezt megelőzni. Ennél jobb megoldást ebben az esetben nincs. Van egy ez ilyen... nem működik, a látjuk. Tehát önszabályozásra, ha appellálni, nem nagyon lehet náluk. Sajnos mondhatnám, mert most nekünk éppen rossz működik. A Facebook például olyan mértékben visszacsavarta a politikát, át. a megjelenésekben minden magyar politikus saját oldalmon is látom, az elérései azok rendkívül oda visszaestek, bezuhantak. Nem csak azt lerabolta a magyar reklámpiacot, a sajtóteremekért rendkívül ki vannak szolgáltatva Ezek neki, és politikusként ki vagytok szolgáltatva Igen. neki? Ez pontosan így van. nekem például most 30 napra visszavették a természetes elérést a minimumra, megjelennek a posztjaim, de az elérése bezuhant a harmadára, negyedére és még ebből három hét hátra van ebből a büntetésből. Tehát valóban egy. De és nincs hogy hova folytatni. A tapasztalatok azt mutatják, Péter, hogy ezek a szabadpiaci elvek ezek nem tudnak gyakorlattá válni. Nincs ennél jobb. Tehát én azt mondom, hogy ha most a hundubot elővennénk, és azt gondolnád, hogy az jobb, biztos, De hogy. én elővennél. nem azt mondom, hogy a hundub jobb. Nincs jobb. Tehát, Marci, én azt mondom neked, hogy. Akkor ezt tudomásul kell venni? Ezt tudomásul kell venni, hogy ezek mindegyik, ahogy a pártok is. Tehát az óriási naivitás, hogy Orbán, Viktorban, Fideszben, vagy az ellenzék bármelyik pártjában, vagy összességben az ellenzékben meg lehet bízni, hogy ha ők hatalomra kerülnének, akkor ne próbálnák ezt a hatalmat örökre maguknak biztosítani. Ez nincs másképp a piacon sem. Tehát a demokrácia az mindig az ellenzékben lévőknek a kívánsága és vágyáma. Aki hatalomra, az nem akarja átadni a hatalmat. Ocsiás, csak egy kérdés. Tehát akkor azt mondod, hogy tudomásul kell venni a a körülmények között a tőke érdek mindig erősebb lesz, nem. mint a választott képviselők hatalma. Nem, nem, ilyet nem mondtam. És pont azt mondom neked veled vitatkozva, hogy az Egyesült Államokban sem erősebb a tőke érdek, hanem egy folyamatos harc van a kettő között, és a bel cégeket, hogyha a tőke érdek erősebb lenne, akkor sose darabolták volna fel. És hogy a Facebookot is igenis regulázzák Amerikában, hogyha megnézed, Zuckerberg igenis el szokott menni a kongresszusi meghallgatásokra, és azért elég kemény kérdéseket kap, problémákat kap. És, és a És mindent megtesz azért, hogy ne darabolják fel, és a többi, és a több. Az Egyesült, e, bocsánat, az Európai Unió e, megpróbált egy konkurens létrehozni, még annak idején a Google-nak egy új európai kereső projekt, emlékszel erre, e, semmi átütő sikert nem érte el. Az igazság, az, ez is egy ilyen piaci alaptörvény, hogy a technológia az monopolizált, tehát az csökkenti a versenyt. A verseny az, ami igazából majd helyreállítja ezt. A kérdés az, hogy itt a szabályozással még nem találták ki, de az államoknak, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak is az a feladata, hogy valamilyen módon itt ezt a szabályozást, az oversightot úgymond, azt tudja, a versenyt tudja biztosítani. Szerinted az a fajta hatalomkoncentráció, ami mondjuk például itt egy magánvállalat kezében összpontosul, nem veszélyezteti a demokráciát? Te természetesen veszélyezteti minden magán magánérdek veszélyezteti a demokráciát, még egyszer. a De Van egy tőke koncentráció, van egy hatalom koncentráció, és akik ezt élvezik, azoknak, és ráadásul ugye minden eszközük meg is van hozzá, azok monopolizálni akarják ezt a hatalmat, a tőkét és a többi. Hogy kellene a... ezt megtörni szerinted? Nincs más megoldás erre, még egyszer mondom, csak az, amit Nyugat-Európában látunk, vagy az Egyesült Államokban föl látunk. Kell a Facebookot? Adott esetben ez az egyik megoldás. Nyilván a Facebookot azért nehéz föltartani, tehát ez nem olyan, mint a Bell, hogy azt tudod mondani, hogy az egyik államban önálló cég az irodákat, a platformot, a hálózatot, a vezetékeket, azt egyik cégnek adod, a másikban a másikat. A Facebook az nem ilyen. A Facebook az egy online platform, nem lehet föltarabolni. Tehát a Facebooknál nem ez a megoldás. Nem tudod kikerülni se. Tehát a Hundub az egy nevetséges kísérlet erre az esetre. Persze nagyon jó pofa lenne, de a Facebookot azért választja mindenki, mert mindenki ott van. Tehát logikailag nem lehet földarabolni, mert onnantól kezdve nem lesz ott mindenki, nem fogod elérni a másokat, stb. Erre is van megoldás egyébként nyilván az Instagram, Twitter és stb. Tehát vannak olyan konkurens platformok, amik egy más... Az Instagram az a facebook -e. Ez a baj. Nem természetes dolog, ez ugyanaz, mint amikor Magyarországon a Pepsi és a Coca-Cola minden ásványvízgyártót, konkurens gyártót mindenkit fölvásárol, és annak idején a 90-es években, úgyhogy ráadásul a 80-as évekből mi megörököltünk egy rendkívül színes üdítőiparpiacot. piacot. Tehát, hogyha a, mint a délaföldi pince gazdaságnak ott volt a szőlőmárka, megymárka, stb. a márka üdítője. Debrecenben ott volt a Róna, máshol a Gyöngy, Extra, és stb. rengeteg tényleg minőségű üdítőital volt Magyarországon, ha mondjuk átmentél Romániába, akkor tudtad, hogy miért mondom azt, hogy ez minőségi volt, tehát ez fogyasztható üdítőital volt. Amikor jöttek a, bejöttek a nagy multik, 90-es években, ezt mit fölbázárolták és bezárták. És lehet volna a protekcionista politikát folytatni az akkori kormányoknak? Ez egy nagyon nehéz. Igen, tehát az biztos, hogy hogy a rendszerváltás Magyarország számára nem egy sikertörténet. Miért nem szerinted? Nagyon sok magyar értékes vállalat is. Tehát az, az, rendben van, hogy voltak olyan cégek, akik nem állták volna meg a helyüket a világgazdaságban, ezt elfogadom. Azt nem tudtuk megoldani, Egy cukorgyárakat szokták leginkább emlegetni, és annak hosszú története van, nem akarunk belemenni, mert nyilván az Európai Unió is sáros ebben a történetben, de Magyarország túlságosan föladta azt gondolom azokat az érdekeket, ami itt akár a munkahelyteremtéssel kapcsolatos lett volna, akár a, 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 a szakmakultúrának a megőrzése. Hódműzővásárhely ma is azok a szakmakultúrák a, a, a szakma legerősebbek, például akik hódműzővásárhelyének befektetők, egy, én beszélgetek ugye sokkal, azok azért jönnek oda, mert ott volt a hódgép valaha. Nyoma sincs, semmi nincs belőle. De a hódgépnek a nyomán most ott van egy Gütler nevű mezőgazdasági gépgyártó cég. Milyen típusú gyártanak? Tehát például ilyen boronákat, mezőgazdasági eszközöket és a többi, bontatott uh, eszközöket és a többi. De ugyanígy a Metripont, ami egy nagyon komoly mérleggyár volt, egész keleti blokkot látták el mérlegekkel, annak a nyomán van lengyel tulajdonú, van millió kis vásárhelyi, helyi tulajdonú cég, tehát ott ennek a szakma kultúrája ez megvan. Tehát hídmérlegektől a pici mérlegekig, elektronikus mérlegekig mindenféle gyártanak vásárhelyen, de nincs egy nagy cég, hanem van rengeteg kis KFT. De ugyanez a, a például, ugye volt régen a hódiköt, ott volt egy hát kötőipari, de hát nyilván ez a textilipari cég, abszolút nyom hát nem tűnt el, mert nyilván van egy Merz Kft. nevű német nagyobb cégbefektető, de van sok, sokit kis és kis magánvállalkozás, és a többi. Ezt a szakmakultúrát ezt idekeznek továbbvinni, de legalábbis kihasználni. Tehát azért jön Hódműző Vásárhelyre Budapestről is egy befektető, mert itt lehet a legtöbb varrónőt találni a piacon. Ráadásul olcsó. Tehát nyilván ennek, ennek, a szakmakultúrának a megmentése, ez egy nagyon fontos feladat lett volna piaci alapon, magántőkével és a többi, és erre úgy látom, hogy sem az akkori kormányok, sem a mai kormány nem tett semmit. Például a hódműzővásárhelyen a, a messzeföldön híres és tényleg nagyon komoly szakmakultúrát teremtő Kossuth Zsuzsanna műszaki szakközépiskolát Lázár idejében úgy felszámolták, hogy nyoma sem maradt. Tehát egy tó van a helyén, az a minőségű, elismertségű képzés nyomokban sem maradt meg, tehát a szakképzést szüntették meg. Például ott robotok voltak annak idején, és robotikát tanultak, ma ez a robot, ez a mezőgazdasági szakközépben áll egy raktárban. Tehát ez borzasztó, és ez most a tízes évekről beszélünk, tehát ez egy abszolút önpusztító fejlődés. a mondani, hogy ezt igenis kellene védeni politikai eszközökkel, tehát igenis kellene egy protekcionistább gazdaságpolitikát követnie a mindenkori magyar kormányoknak, hiszen teljesen érthető. Ezzel nincs baj, kell. De ezt piaci alapon kell csinálni, tehát azt a fajta.